Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Wiener Walzer Euronight vonatot hoztam el nektek a 2014-es menetrendi évből. Nézzük meg, hogy hogyan állítottam ki ezt a szerelvényt. Természetesen mindamikor máskor is jelentősen rövidítettem ugye a vonaton, de azért a fő jellemző kocsikból egy-egy megtalálható benne. Kezdjük is a vonógéppel. A klasszikus Rocco 1047-es mozdonyt választottam, ennek is a korábbi, még MÁV trakciós kiadását, ami még a 1047-es feliratozással volt. Ugye azt kell róla tudni, hogy így 2013, 14, 15 folyamán lettek ezek a gépek, ahogy ugye a MÁV trakció megszűnt, akkor lettek ugye startosak, és nem sokkal utána változott meg ugye a feliratozások is ugye 470-es sorozatúra. Ez még nem az, ez a 2012 vagy 11-ben kiadott Rocco gép, ha jól emlékszem, akkor vettem, még talán akciós is volt egy ideig, ez még a 1047-es sorozatszámot képviseli. Klasszikus Rocco mozdony, igazándiból alapjaiban nagyjából változatlan, ebben még a régi rendes Rocco motor van, ezt azért mondom, mert az újabbakban már nem ezek a motorok kerülnek. Igazándiból formailag szerintem messze az egyik legjobb modellje a Rocco-nak, nagyon jól visszaadja a 1047-es minden jellegzetességét, kapaszkodók, az egész formája a gépnek nagyon jól eltalált, hajtásilag is ez a mozdony rendben van, azért mondom ezt, mert ugye például a Gyeseves 470-essel azzal voltak hajtásbeli problémák, de ez a mozdony nagyon jó kis hajtással rendelkezik, szép a lassú menete, nagyon egyenletesen jár, nincs hangja, úgyhogy ez egy abszolút nagyon jó kis igáslova a gyűjteményemnek. A mozdonyba került egy hangdekóder is, egy Digitools féle Plux 22-es, ugye azt el kell mondani erről a gépről, hogy már Plux 22-es dekóderajzattal rendelkezik, illetve ugye neki van kurzkuplung kinematikája is. Ez már ugye a felújított mozdonyváltozat. Szerelvény első kocsia az egy Acme DMS kocsi. Ez egy pakli kocsi, abból is az a verzió, amit, hogyha megnézzük, látszik, hogy ez a bicikli szállító feliratos kiadás. Ugye ebből volt sima olyan kocsi, amin nem volt rajta ez a piktogram. Én ezt vettem, mert így a balatoni vonatokhoz is nagyon jól föl lehet ezt a járművet használni, hiszen mostanság is azért gyakran látjuk, hogy ilyen kocsi kerül be bicikli szállító gyanánt. Ha megnézzük, akkor az Acme egész jól lekövette a kocsi különböző kis módosulásait, ugye ebbe a kocsiban nincsen klíma, így ugye az alváza is némiképpen máshogy néz ki, illetve ugye a tetején is ugye a szellőzőknek az elrendezése az egy picit más, itt a végén is hiányoznak azok a kis téglalap alakú kis szellőző dobozkák, illetve ugye itt vannak ezek a kis klasszikus szellőzők a tetején. Neki is van belső berendezése, én most világítást nem raktam bele, de egész szépen néz ki belülről is ez a kis kocsi. Ezután következik egy sima másodosztályú, szintén Acme gyártmányú kocsi, egy BPMZ kocsi. Őt már ugye láthattuk másik vonatokban is szerepelt, a klasszikus másodosztályú kis járműről van szó. Nem is nagyon beszélnék róla sokat. Ebből a kocsiból egyébként több is futott az eredeti vonatba. Szám szerint, ha jól nézem, akkor összesen 4 darab másodosztályú kocsi volt a szerelvénybe. Ebből volt vegyesen sima BMZ, illetve BPMZ, tehát termes és fülkés is, illetve néha jutott bele DVA típusú kocsi is, hát ugye az modellben nem létezik, úgyhogy én ezt az Acme CAF kocsit választottam a helyére. Ezután jön a szerelvényből az első osztályú szakasz, egy APMZ kocsi. Ő is a klasszikus Acme kocsi, ő is szerepelt már másik vonatokba, például a Hungáriában. Túl sokat nem mondanék el azon kívül róla, mint amit ott elmondtam. Ebből a kocsiból egy darab
volt a szerelvényben megtalálható. És akkor térjünk rá a szerelvény második részére. A szerelvény második része tartogat igazándiból több izgalmat. Itt ugye van egy étkezőkocsink, egy VRMZ, van ugye egy fekvőhelyes kocsink, egy BCMZ, illetve egy hálókocsink, egy VLABMZ. Ez a teljes szerelvény gyakorlatilag egy KAF kiállítás, nagyon hasonlóan, mint a Hungária. Nézzük a VRMZ kocsit. Klasszikus Acme kocsi ő is, az első kiadású verzióból, gyönyörű szép belső berendezéssel, és az összes többi KAF kocsihoz hűen, nagyon szép külső kidolgozással rendelkezik ez a jármű. Benne is van például a világítás, sötétbe, illetve akár még napközben is, hogyha az ember bekapcsolja, akkor nagyon szépen kiemeli a jármű belsejét. De formailag egy nagyon jó kinéző kocsi. Ugyanazt lehet róla is elmondani, mint az összes többi KAF kocsiról. Ami érdekesség, hogy itt is lekövette a gyártó azt például, hogy a tető más elrendezésű, itt ugye nincsenek meg azok a kis szellőzők, amik az első meg a másodosztályi kocsin ott vannak. Tehát azért ennyire figyelt a gyártó ezekre a kis formai dolgokra. Ugye ő is, mivel első kiadás, hogy a régi forgóvázat, ugye ezt a Fiat forgóvázat örökölte, fekete színű, annyira nem hangsúlyos a dolog, de azért szemfüles modellezők azért kiszúrhatják, hogy ez nem az igazi, ami alatta van, az újabb Acme kocsikkal ellentétben. Ennek még jó a futása. A következő kocsi egy BCMZ, ő lóg ki a sorból, ugyanis ő nem Acme gyártmányú, hanem az NMJ kocsia. Ugye az NMJ kocsia, ezt még akkor vettem, amikor ezek a járművek egész elérhető árban voltak. Ha én jól emlékszem, akkor olyan 12.500 vagy valami hasonló összegér került hozzám ez a jármű. Akkoriban ez, hát nem is tudom, 2015-16 lehetett, amikor megvettem ezt a kocsit. Akkoriban ugye ez egy elég jó ár volt ezekhez a kocsikhoz, illetve nem volt az Acme fekvőhelyeséből, így választottam ezt a járművet. Sokáig egy általam barkácsolt belső berendezés volt benne, azonban ezzel lett cserélve egy 3D nyomtatott belsőre és egy világításpanelre. Ezre jelentőset dob a kocsin. Őszintén megmondva, így nagyjából egy picivel talán olcsóbbra jött ki a jármű, mint egy Acme kocsi plusz a világítás. Viszont ugye ennél a kocsinál például már akkor is jók voltak a forgóvázak, ugye a GC5-ös forgóváz van rajta ezekkel a kis kockákkal, amik itt vannak, ugye ezek elég hangsúlyosak, illetve hát ugye ez az örök téma, hogy az ajtón az ablak megfelelő méretűe, meg hogy itt a kocsi végeknél ez a lecsapása, illetve a bordáknak az összehúzása, hogy melyiknél jobb. Nekem egyébként ez a fajta NMJ-féle kocsi vég egy picit talán jobban tetszik. Lényeg a lényeg, egy alapvetően nagyon jó kis árértékű kocsi volt ez rég. Egy picit ezt sajnálom a mostani NMJ-től, hogy azoknak az ára nagyon durván megugrott, és igazándiból, hogyha ugyanezeket a módosításokat el akarnánk végezni rajta, tehát egy belső berendezés, meg egy világítás, akkor gyakorlatilag ott tartanánk, mint egy Acme kocsinál, és akkor még mindig ott vagyunk, hogy ez a lépcső ez le van nyitva például. Illetve hát ugye egy egyszerűbb alvázzal van dolgunk. Annyira egyébként ezt se bánom, nyilván jobban néz ki az, ami ki van dolgozva, de mivel a kocsi az élete nagy részét a pályán tölti, itt ezeket ugye úgyse látja az ember. A belső világításában, ami nekem nagyon tetszik, a gyártó megoldotta azt is, hogy ugye külön lehet kapcsolni itt a két végén a világítást, a folyosó világítást, a fülke világítást, illetve van egy nagyon szép kék színű éjszakai fény, ugye ezeknél a kocsiknál, amikor ugye éjszaka mentek, a folyosón nem a teljes világítást használták, hanem egy ilyen kis kékes fényt kapcsoltak be, és az megy, ezt lehet külön kapcsolni ebbe a kocsiba, egy 4-es kapcsolású funkció, dekóderes panel került bele. Igazándiból ezzel a 3D nyomtatott belsővel
Nem mondom azt, hogy Acme minőségű belső került bele, de igazándiból nagyon szépen hozzá ez is így az eredetit. És akkor térjünk át az utolsó járműre, ez pedig a VLA BMZ, a sima, normál kaf háló kocsi. Ő is Acme, róla is ugye ugyanazt lehet elmondani, mint a kocsi család egészéről. Benne is van világítás, benne egy egyszerű panel van, csak simán kibekapcsolható. Nagyon tetszik például benne a kis belső berendezésnek a kidolgozottsága, ez főleg akkor jön elő, amikor bekapcsoljuk a világítást, illetve hát így formailag abszolút illik a többi kis kocsi közé. Ő az utolsó kocsi a szerelvénynek. Hát nagyjából így néz ki ez a teljes sor. Igazándiból a 2014-es évet választottam, már akkor nem tudom, hogy pontosan a 03-as mozdony így közlekedette ezzel a feliratozással, de ugye az volt az utolsó év, amikor MÁV trakciós felirattal közlekedtek mozdonyok. Még 15 elején még szerintem lehetett látni egy-kettő olyat, amit nem matricáztak át, de ez volt az utolsó év, amikor még így közlekedtek, utána lett szépen minden startos. Ez a szerelvény is tipikus példája annak például, hogy meglévő kocsik felhasználásával nem kifejezetten egy szettet megvásárolva is azért össze lehet dobni különböző szerelvényeket. Itt is ugye gyakorlatilag az Acme-nak a szépen sorba kiadott kocsiait rendezi az ember egy olyan sorrendbe, ami mondjuk kiadja a Wiener Walzert. Volt egyébként külön Wiener Walzeres szett az Acme-tól. Ott, ha jól emlékszem, két svájci fekvőhelyes kocsi volt, illetve egy sima másodosztály, meg az első osztály volt benne. Hát így azért jobban meg lehet jeleníteni a szerelvényt szerintem. Gondolkoztam azon, hogy azokat a másodosztályú BCMZ svájci kocsikat én is így fölkeressem a neten, de hát másodpiacon elég horror áruk van, úgyhogy egyelőre maradtam ennél az év számnál ebbe az összeállításba, így is teljesen passzol a szerelvény szerintem. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!